Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business. A Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni. Hát egy érdekes téma megint csak a tudatosság az elkereskedelemben, amit megpróbálunk feltárni, hogy hogyan, miképpen jelenik meg, és talán onnantól datálható, amikor is 2010-es évek környékén elején megjelentek ezek a bizonyos árösszehasonlító oldalak, hogy lehetővé vált nagyon gyorsan, tehát nem neked kellett egyesével lekutatni, hogyha akartál venni, hogy hol van annak jobb ára, melyik online kereskedőnél, hanem ezt egy oldalon gyönyörűen egymás mellett megtették neked, és már is meghozhatod a döntésedet. Nos, arról, hogy innen a mondhatni kezdetektől hová jutottunk, és hogy volt ez az út idáig, Palocsai Gézával, a Jófogás és a Használatautó.hu ügyvezető igazgatójával nézzük át. Szia, jó reggelt! Igen, jó reggelt kívánok! És Géza említette szerintem pont a múlt héten, hogy az árukeresőnél volt ebbe az időszakban, ugye? Igen, úgyhogy nekem is ez rémlik. Egészen közeli tapasztalatai vannak erről időszakon, 2010-es évek elejéről. Így van, ott voltam a kezdeteknél, nagyon izgalmas időszak volt, és hát ugye itt az árösszehasonlító oldalak mellett ilyenkor, ebben az időben jelentek meg ugye a szállásközvetítő oldalak jellemzően, különböző kuponos oldalak, és aztán volt egy időszak, amikor megjelentek ezeknek az oldalaknak az összegyűjtő oldalai is, és akkor egy ilyen egészen döbbenetes helyzet volt, amikor például a szállásközvetítő oldalakat, ajánlatait hasonlította össze egy másik agregátor, tehát hogy de ezt azért elég extrém módon lehetett vinni, és hát nagyon-nagyon gyorsan az előnyök mellett megjelent az, hogy hogyan tudják ezek a szolgáltatások azt a típusú tudatosságot elősegíteni a fogyasztók esetében, hogy a vásárlási döntéseiket a lehető legpontosabban, legjobban hozzák meg. Azért az fontos tudni, hogy ez a 2008-as válság után kifejezetten egy fontos téma volt, hiszen rengetegen vásároltak olyan dolgokat erre, melyeknek aztán nem tudtak kifizetni, és hát volt mindenkiben egy eléggé nagy, hogy is mondjam, tartás attól, hogy még egyszer ne kerüljön hasonló helyzetben, ezért volt nyitottság is a felhasználók részéről, a cégek, szolgáltatók részéről pedig abszolút az látszódott ebben az időszakban, hogy hát ugye a fogyasztást be kell indítani, és hát akkor ezt próbáljuk meg most egy picit másképpen csinálni, mint a korábbi időszakban. Ez igen. Volt a, igen. Bocsánat, igen. Tehát ez volt a 2010-es éveknek az eleje, és most meg szintén eléggé napirenden van a fogyasztói tudatosság, csak most már egy picit más oldalról. Most inkább abból az oldalból közelítik meg a cégek, hogy hogyan tudnak környezettudatosak lenni, hogyan tudunk fenntarthatóan élni, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a nagyon szép ígéretek ellenére egy több cég bejelentette, hogy nem fog műanyagot használni, milyen csomagolás technikái újításokat vezet be annak érdekében, hogy lehetőség szerint megújuló dolgokba csomagolja az áruit, vagy hogyan lehet követni mondjuk egy terméknek az életútját a földektől a gyárakig, vagy a polcokig. Ezek mellett, hogyha csak pusztán az adatokat nézegetjük mondjuk a túlfogyasztás napja kapcsán, akkor azért az látszik, hogy 2019-ben ugye július 28-a volt, ha jól emlékszem, amikor elértük azt a napot, amikor annyit elhasználtunk a földerőforrásaiból, ami egy egész évre állt rendelkezésre. Ez 1970-ben, amikor elkezdték mérni, még december 29 volt. 2020-ban ez visszaesett augusztus 22-ére, nyilván a pandémiának a hatása miatt is, viszont idén július 8-a volt a túlfogyasztás napja, ami azt jelenti, hogy hát azért itt az első fél év alatt elhasználjuk szinte, igen, egy éves. Úgy, hogy négy hónapig karantén volt. Igen. Tehát nem az, hogy a 2019-es időszakra dobbantottunk vissza, hanem hogy egy karanténos részben hát vagy megtaláltuk a módját annak, hogy így is tudjunk túlfogyasztani, vagy pedig egyszerűen annyira visszadobbant a korlátozások feloldását követően maga a fogyasztás, hogy már újra elértük ezt. És pontosan ezért érdekes, hogy ennek ellenére, vagy éppen ezért, vagy ezzel szemben, nem is tudom, de a fogyasztóknak több, mint a fele kifejezetten avokat a cégeket, illetve terméket részesít előnyben, amelyek környezet tudatosak, illetve hát amelyek ezt el tudják hitetni magukról, akkor fogalmaztak így.
ugye? Én azt gondolom, hogy sok cég tényleg tesz ezért, felismerték azt, hogy ugye van is egy ilyen mondás, hogy a manapság a fogyasztói kosaraddal, vagy a pénztárcáddal szavazol. Tehát azzal teszed le a voksodval mellett, és a cégeknek a termékek szolgáltatások minősége mellett már más szempontokat is figyelembe kell venni, amikor mondjuk a saját márkájukat építik. Tehát így van, egyre többen igyekeznek figyelni ezekre a dolgokra. De hát azért az látszódik, hogy amellett, hogy van egy fogyasztói tudatosság növekedés, a cégek is próbálkoznak, néha ez nem sikerül túlságosan, vagy hát hoz érdekes eredményeket. Két példát hoznék. Az egyik, nem tudom, beszéltetek-e valamelyik adásban a Volkswagen Currywurst problémáról? Nem, szerintem. Augusztus elején Gerhard Schröder akadt ki a LinkedIn-en, ugye Angela Merkel előtti kancellár volt, mert a Wolfsburgi Volkswagen gyárba levették az étlapról a currywurstot, és helyette vegán opciót kínáltak a dolgozóknak. Ugye azt tudni kell, hogy a Volkswagen és a currywurst az nem csak egy hogy van egy étel, amit árulnak a dolgozóknak, hanem a Volkswagen saját márkás currywurstot is piacra dobott, tehát nekik gyártják is ezt a terméket, lehet kapni foci stadionokba, stb. És most Wolfsburgban hozott a vállalat egy ilyen döntést, azért ugye hozzá kell tenni, hogy ez nagyon szép, hogy akkor a fenntarthatóság és kevesebb kulcsfogyasztás hogyan tudja csökkentni az ökológiai lábnyomot, és szépen elfedi azokat az emissziós problémákat, amelyek a Volkswagen autók esetében ugye az elmúlt időszakban fölmerültek, de hát itt egyből lett ennek a lépésnek nem volt osztatlan sikere, hogy finoman fogalmazzak. És hát vannak még extrémebb példák, tehát például Kínában ugye most betiltottak nagyon sok olyan dolgot, ami a fogyasztással, a nem megfelelő viselkedéssel kapcsolatos. Azt nem tudom, tudtátok-e, hogy 2010 és 15 között Kínában például nem lehetett Sony PlayStation-t, illetve Xboxot kapni. Tényleg, miért? Nagyon érdekes. Hát, hogy ne játszanak annyit a gyerekek, és hát volt egy olyan tiltás eddig is, hogy hétköznap 90 percet lehetett online játékokkal játszani 18 év alatt, hétvégén pedig 3 órát. Na, ezt most levitték. Az is már, igen. De ezt most levitték egy olyan szintre, hogy pénteken lehet játszani 7-től 8-ig este, vagy bocsánat, 8-tól 9-ig, hétvégén és ünnepnapokon pedig egy-egy órát, tehát heti 3 órát lehet online játékokkal játszani a 18 éven alatti lakosságnak. Emellett a celebeket és minden olyan hírességet, aki a kultúrára destruktív hatással van a párt szerint, nagyon keményen kezdtek el regulázni, óriási bírságok, pluszadók, javadalmazás változtatások, betiltották a toplistákat, nem lehet listázni a hírességeket Kínában, tehát hogy vannak nagyon érdekes az, hogy mondjuk a kelet és a nyugat hasonló típusú problémákra milyen válaszokat hoz. Hát a currywurst és az online játék betiltás, meg a toplisták betiltása az egy egészen, azt gondolom, egy két végletet mutat, de hát vannak azért, azt gondolom, jó hazai példák is, és hát hoztam egyet a saját házunk tájáról. Hát, na, igen, jöhet, okay. Igen, pont kérdeztük volna, hogy igen, és így nálatok, vagy, mint. Igen, hogy sepergettek. Maga az apróhirdetési oldalak működése önmagában ugye segíti azt, hogy a tárgyakat tovább használjuk, és ezzel csökkentsük az ökológiai lábnyomunkat. A jófogásnál igyekszünk egy picit szélesebb spektrumon nézni a dolgokat, és 2019 óta eléggé jelentős erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a kutyamacska kategóriában a kisállatok esetében azoknak az értékesítés az megfelelő. Igen, erről már beszéltünk is, ez tök jó. Uh-huh. Erről beszéltünk, és az idei évben a menhelyekkel nagyon régóta együtt dolgozunk, országos menhelytérképet adtunk ki, és nyáron megkérdeztük őket, hogy mit tartanak problémának az örökbefogadások esetében, és hát eléggé döbbenetes adatok jöttek itt a felmérések kapcsán, ami azt mondatta velünk, hogy akkor ezen az oldalon is kell tennünk a tudatosság érdekében. Tehát a tudatosság az nem csak a termékek vásárlása, vagy a szolgáltatások használatával kapcsolatos, hanem azt gondolom, hogy ha például úgy döntünk, hogy szeretnénk örökbefogadni egy kis kutyát, akkor ott is nagyon-nagyon fontos az, hogy ezzel a kapcsolatos szolgálattal minden szempontból képben legyünk, és ezt a tudásunkat most egy interaktív videósorozat keretében lehet is tesztelni a YouTube-on keresztül, ugyanis a visszajelzések alapján
a menhelyek válaszai alapján minden ötödik kutyát azért visznek vissza a menhelyre, mert a gazdák szerint, vagy az átmeneti gazdák szerint elromlott, azaz tomorkás, kedvetlen, nem érzi jól magát, és hát nem adja azt a típusú szeretetet, amit ők vártak tőle, tehát kvázi termékként néznek a kutyákra, ami egészen elszomorító, hogy így fogalmazzak. Ugye talán mindannyiunknak voltak olyan példája a fiatal korában, amikor egy hódítás mondjuk nem jött be, igen, és nem minket választottak, hát nem volt jó érzés, kutyáknak sem az, főleg ugye egy menhelyes kutya általában sokkal nehezebb lelki világgal, sokkal szomorúban persze érkezik, és hogyha ilyenkor egyfajta elhagyás élmény van, akkor ez depresszióhoz vezethet, ami nyilván csökkenti annak a lehetőségét, hogy a következő alkalommal a következő gazd esetleg őt választa arra, hogy aztán együtt töltsék az életüket. Úgyhogy most egy interaktív videósorozat keretében tudjuk tesztelni például azt, hogy jó-e azt, hogyha amikor szobatisztával akarjuk nevelni a kutyát, és bele nyomjuk az órát, ha esetleg becsorgat a lakásba, vagy nem. Erre is meg lehet kapni a választ, illetve hát 5 témakörön keresztül tényleg egy játékos formában földesester segítségével lehet felmérni azt, hogy egyébként készen állunk-e arra, hogy egy kis kutyát a családba fogadjunk, és aztán együtt éljük az életünket. Uh-huh. Nagyon elfogyott az időnk, de azt még mondjuk el, hogy lehet ezt a leggyorsabban megtalálni a videókat. Maga a programnak a neve a Jobb Gazdi Leszek, tehát Jobb a Jobb Gazdi Leszek szó hármasra, ha rákeresünk a YouTube-on vagy a Jófogás csatornára, akkor ott meg fogjuk találni, és még egyszer nagyon érdemes, pár perc alatt nagyon interaktív módon lehet felmérni azt, hogy hol is tartunk ezen az úton. Oké, nagyon szuper. Géza, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Jó munkát, köszönöm. Szép napot, szia, szia. Sziasztok, csáv. Palocsai Gézával, a Jófogás és a Használt Autó.hu ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a tudatosság megjelenéséről az elkereskedelemben. Na, megtaláltad-e? E-Business. A Millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business. Üzletei online. Na jó reggelt, Papa Lő. 8 óra, 7-kor az első üzenet. Háló. Morgan Breaking kartársak, mint a szorgalmas hangyák, csak jönnek és mennek a dobozok is, de az emberek is, ám. A rutin sántikál, a művésznő elbotlott, de rendesen, de bacsi az üllőin a klinikák után kifelé amatőr képeket készít. Buszsáv, gyorsajtás, biszti, öv, STB, Papa Lő. Lehet, hogy részét nem gyorsan baj. Le kéne fordítani, nem? Fejtse meg mindenki, tessék visszakódolni. 0-30-20-10-9-09, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, Schmidt Andi jön a hírekkel. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.